Hivatalosan is befejeződött a Bonyhádi körforgalom építése. A beruházás a területfejlesztési operatív program támogatásával épült, és része volt a Magyar Közút országos útfejlesztési programjának. Országos szinten 526 kilométernyi útszakasz újult meg. Ezt tudni kell ugye az útfelújításoknál, hogy az út burkolata, a patka, műtárgyak és a vízelvezetés került átépítése, illetve korszerűsítése. Ezen belül a Tolna megyében 9 darab útszakasz, hálózat, illetve kapcsolódó műtárgyak újultak meg. A 9 létesítménynek 1,1 milliárd forint volt a bekerülési költsége, és ebből a Bonyhádi csomópont 222 milliót emésztett föl. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke azt mondta, a paksi beruházás miatt fontos a megye úthálózatának korszerűsítése, és ez a top 2 projekt egyik kiemelt feladata lesz. Hát azt látjuk világviszonylatban, hogy ott van fejlődés egy-egy térségben, ahol jók az utak. Hát ha út van, akkor van fejlődés, ha nincs út, akkor az eleve a fejletlenségnek és az elmaradásnak a jele, és ebből ki szeretnénk lépni. A most átadott csomópont egy bonyhádi fejlesztési folyamat köztes eleme, mondta Filóni Ferenci Bolya polgármester. A városban egy újabb csomópont az, ami közlekedési biztonsági szempontból problémás és rendszeresen balesetek fordulnak elő rajta, ez a Rákóczi utca, Fabergé utca kereszteződés, úgyhogy bízom a folytatásban, és a sajtótájékoztatót követően tárgyalunk is arról, hogy milyen forrás lehetősége lehet annak. A város készen áll az útfejlesztési program folytatására oly módon, hogy egy jövőbeni jelzőlámpás vagy akár körforgalmi csomópont tervei is rendelkezésre állnak.